Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte el a Ferszemengyár Királyegyházán 2021-ben. Bár a forgalmuk nőtt, de a költségeik is emelkedtek a tavalyi évben, mondja az igazgató. Ez pedig komoly kihívásokat jelent még ma is a napi működésben, amit kezelniük kell. Nekünk a villamosenergia az közel a 25%-át teszi ki a költségstruktúránknak, 10-szeresére emelkedett tavaly ilyenkor óta a villamosenergia ára. Azért itt rengeteg olyan intézkedést kell hoznunk, hogy ezt kivédeni tudjunk, de hát nagyjából a világpiacról kell vásárolnunk, tehát hogy azért ez olyan kihívásokkal állít minket szembe, hogy például hogyan tudjuk az őrlésünket vagy a tevékenységünket úgy nappal és éjszaka időzíteni, hogy mindig a legolcsóbb éppen villamos tarifával tudjunk dolgozni. Tehát azért ez a kollégáimnak extra erőfeszítését igényelte, de ahogy említettem, már többször ezt is sikerrel meg tudtuk oldani. 2050-re el akarja érni a karbonsemlegességet a cementgyár. Ehhez olyan beruházásokat hajtott végre az elmúlt évben, ami tovább csökkenti a termelés során keletkező széndioxid mennyiségét. Ilyen volt például az a három beruházásunk, amit 1,5 milliárd forint értékben hajtottunk végre itt a Királyegyházi cementgyárban. Ennek köszönhetően most már több mint 20%-kal tudtuk csökkenteni a fajlagos széndioxid kibocsátásunkat. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy immár 80% fölötti az alternatív tüzelőanyag arányunk, tehát ennyi fosszilis energiát nem használunk itt el az égetés során. Én azt gondolom, hogy ez egy kiváló eredmény, ezzel Európa egyik legmodernebb cementgyárai közé tudunk tartozni. Egyébként a cementipar a világ széndioxid kibocsátásának 7%-áért felelős. Ezért fontos minden zöld beruházás ezen a területen. Királyegyháza nem csak a gyártás, hanem a termékek fejlesztésénél is arra törekednek, hogy minél kisebb karbonlábnyomot hagyjanak. Egyébként a Lafarge Cement Magyarország Kft. Közel 150 főt foglalkoztat. 2020-as nettó értékesítési árbevétele közel 26 milliárd forint volt. 2021-ben a Lafarge tevékenységét kiemelkedő társadalmi szerepvállalási díjjal és felelős foglalkoztató díjjal is elismerték.